megvette a budapesti Zöldért vállalatot. Stúdiónk vendége Demján Sándor, a Skála Coop vezérigazgatója. Egy egészen egyszerű kérdést, miért vették meg a Zöldértet? Tulajdonképpen nem vette meg a Skála Coop a Zöldértet. A Zöldért vállalatok az egész országban fogyasztási szövetkezeti rendszer keretében tevékenykednek, és az utóbbi években a fogyasztási szövetkezetek Zöldért vállalatok veszteségeire rendkívül nagy összegeket fizettek ki. A budapesti Zöldért vállalat vesztesége 84-ben igen jelentős volt, mint egy 200 millió forint. 1985-öt is alaphiánnyal zárta volna, és az az őszinte igazság, hogy a szövetkezeti rendszernek központilag nem lett volna pénze arra, hogy tovább támogassa ezt a vállalatot. Tudni kell, hogy a szövetkezeti vállalatokat nem az állam szanálja, hanem a szövetkezeti rendszer önmaga, és bekövetkezhetett volna az a helyzet, hogy a fogyasztási szövetkezetek, akik rendkívül nagy terhet hordoznak magukon, hiszen az ország kis településeit, községeit kizárólag ők látják el alapellátásba különféle termékekkel, és nem is állnak jól anyagilag. Nekik kellett volna viselni a vállalat újabb veszteségét vagy alaphiányát. Ez pedig sok millió ember ellátását érintette volna. Ezért a SZÖVOSZ elnöksége úgy döntött, hogy azt a szervezetet bízza meg ennek a vagyonnak a működtetésével, aki anyagilag amelyik a legerősebb. Most tulajdonképpen mi az elképzelésük? Hogyan csinálják? Minden volt Zöldért borta felírják, hogy skála zöldség, vagy zöldség skála, és ezzel elindulnak? Én amikor bejöttem a Hét stúdiójába, láttam egy nagyon érdekes jelmondatot, bár nem szeretem a jelmondatot. Az volt kiírva, hogy nem tudsz megtenni semmi olyat, ami nem jut eszedbe. Mi gyakorlatilag november óta különböző anyagokat tanulmányozunk, amit szakértők és szakemberek végeztek. Ezek közül rendkívül jónak tartjuk a Központi Népi Ellenőrző Bizottság anyagát, amelyik a termeléstől az értékesítésig feldolgozta ennek a szakmának a problémáit. És miben segít ez önöknek? Igazából véve feltárja azokat a veszteségforrásokat és problémákat, amelyek a forgalmazásba jelentkeznek, másrészt úgy érzem, hogy kiutat is mutat. Hasonlóan nagyon jó anyag a pénzügyminisztériumnak a vizsgálata. Ha csak egyetlen egy példát, mert tudom, hogy mindre nincs mód, kérhetnék ebből. Például a Népi Ellenőrző Bizottság anyaga megállapítja, hogy Magyarországon az emberek az összes fogyasztásukból 2%-ot fordítanak zöldséggyümölcsre. Most ha arra gondol, hogy ez a szakma pszichikailag, mint az életszínvonal egyik legjelentősebben rontó tényezője szerepel, és ha volt olyan év, hogy 8%-kal növekedtek az árak az elmúlt 5 évet figyelembe véve, akkor kiderül, hogy az életszínvonal romlásában nem a zöldségszakma játszott szerepet. Az anyag megállapítja azt is, hogy ennek a szakmai árucsoportnak oda a legkisebb az árindexe, az árnövekedése, és feltár egy olyan kritikus pontot, hogy én ezt úgy fogalmazom, hogy labdarúgó meccset labda nélkül nem lehet játszani. Zöldség-gyümölcs forgalmat bonyolítani zöldség és gyümölcs nélkül nagyon nehéz lesz. Felhívja olyanokra a figyelmünket, hogyha ebben a szakmában helyt akarunk állni, akkor a termeléshez kell visszamenni. A kis termelőt kell integrálni, ma ez a legtöbb. Mondom, hogy annak a bizalmát visszaszerezni, vagy megszerezni, vagy erősíteni. Igen, mivel 10 évvel ezelőtti helyzethez viszonyítva, amikor a 70%-ot a nagyüzemek termeltek zöldséggyümölcsből, ma kis termelők termelnek 70%-ot. És ez rendkívül kritikus pont. Én úgy érzem, hogy az lenne az egészséges, ha fele-fele arányba termelnék. Ez azt is jelenti, hogyha nem emelkednek a termelői árak, akkor egyes területeken hiány lép be, vagy a másik, hogyha túl sokat termelnek, akkor lép be a legnagyobb probléma, hiszen
elmondhat, hogy a mi szocializmusunk megszokta azt, hogy hiány van. Azt után tudja pótolni, meg tudja szervezni. De ebben a szakmában, amikor többlet keletkezik, káposztából, burgonyából vagy bármiből, akkor kitör a pánik egy picit. Igen, akkor gyakorlatilag a termelőt veszteség éri. Ezért úgy érezzük, hogy egy olyan forgalmazási rendszer kell, ahol megszervezzük a termelést, és ha többlet van, akkor kereskedelmi módszerekkel le kell vezetni ezt a felesleget. Erőteljesebben kell feldolgozni, külföldre kell értékesíteni. Tehát egy ilyenfajta hálózat kiépítésére is gondolnak? Igen, a Skála, mint kereskedőház, a Zöldér tevékenységébe szeretné beilleszteni az élelmiszer feldolgozó tevékenységet, szeretné beépíteni az export tevékenységet, és ellenkező irányba is mozdulni, hogy amikor nincs elég áru, akkor pedig importálni kell. Abból az áru alapból, ami többletként megtermet, hiszen még a termékek 20%-a mindig több, mint kellene, 20%-a pedig kevesebb. Milyen lesz az árpolitikájuk? Mert én úgy hallottam, hogy mindenki az egész városban attól fél, hogy hát ez a dolog azt jelenti, hogy drágábbak lesznek. Már említettem a beszélgetés során, hogy mi szeretnénk növelni a Zöldért vállalat piaci részesedését a fővárosba. Ez pedig magasabb árakkal nem képzelhető el. Végső soron a zöldséggyümölcs szakma árait a termelés határozza meg. Mi azt vállaljuk, hogy a kereskedelmi forgalmazásba mindegy 20% kereskedelmi árrést kívánunk megspórolni különböző veszteségforrások felszámolásával, és ezen keresztül a magánszektorral szemben egy igen erőteljes versenyt kívánunk támasztani. A Zöldért alkalmazottait megtartja, elbocsátja, mi lesz? Válasz gyakorlatilag az előző kérdésre adott válaszomban bent volt. Ha egy szervezet piaci részesedést kíván növelni, akkor ez azt jelenti, hogy a létszámot vagy szinten tartja, vagy minimális mértékben növeli. Ezen belül úgy gondolom, hogy erőteljes szerkezeti átcsoportosítás következik be. Az adminisztrációból többen kerülnek a boltokba, és a boltok három vállalati kategóriába egymással versenyeznek. Ezen keresztül én úgy gondolom, hogy elérhetjük, hogy egy más munkamorált követelünk, ehhez más béreket is adunk. Minden második dolgozó bérét 25%-kal, amikor átvettük a vállalatot, felemeltük. Megkérdezhető, hogy miért minden másodikét. Igazság, hogy ebben benne van az, hogy lehet, hogy ez nem tisztességes, vagy lehet, hogy nagyon tisztességes. Lehet, hogy több jó dolgozó van, és lehet, hogy kevesebb. Erre az 1986-os évad választ. Ha a dolgozóink munkamorálja és eredményei tovább növekednek, akkor módunk van arra, hogy a jelenleg rendkívül alacsony béreket, mint egy 60 000 forint ennek a szervezetnek az átlagbére, a mi vállalatunk átlagára felemeljük, amelyik 80 000 forintot meghaladja. Remélem, hogy erről egyébként egy jó pár hónap múlva még alkalmunk lesz beszélgetni, hiszen a pudik próbálja az evés végül is. Köszönöm szépen a beszélgetést. És köszönöm.